sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Úgy gondoltam, hogy ma egy kicsit durvább karácsonyi sminket fogok csinálni, mint az előző videómban. Úgyhogy ehhez azért gondoltam, hogy ugyanazokat a szemhéjpudereket fogom használni, mint az előző karácsonyi sminkes videómban. Tehát ezeket az általam összeválogatott színeket, és ezeken pedig tökre jól látszik, hogy ezek a zöldek. Ez a nagyon világos, de mégis ilyen irizáló zöld, mert ez a barnás szín, ez a jó kis piros, ez tisztára ilyen karácsonyi hangulatú. Szóval gondoltam, hogy ezeket fogom használni, illetve még egy pár terméket, és ma egy ilyen durva piros tusvonalat fogok még felvinni, amit már alig várok, hogy sose próbáltam ki, de mindig láttam Instán meg mindenhol, és hát eddig úgy láttam, hogy nagyon jól néztek ki. Ja, és egyébként Tesco-ban voltunk, és egy csomó minden ilyen cuki ékszert lehet kapni a Tesco-ban, ezt eddig nem is tudtam. Mikolás fejcsünk rajta, meg angyalkák, meg ilyesmi. Vagy angyal, az pont nincs rajta, jól van. Hóember. Meg Miki fej, meg ilyen cuki nyalóka. Meg ez a magyar is tetszik rajta nagyon. Meg voltak ilyen fülbevalók is. Én nem tudom, hogy egyébként ez a gyerekosztályom volt, vagy hol, de annyira jól néz ki szerintem ez a hópehely forma, hogy muszáj volt megvenni, talán a szemem már fogom kezdeni, mert hogy szerintem itt most azért le fog peregni egy-két dolog, úgyhogy a Maybelline Fit Me 15-ös árnyalatú korrektorát fogom használni a szememben, és ezt ma kivételesen nem a MAC-nek a Studio Fix puderrel fogom fixálni, hanem már ezzel az összeválogatott palettából származó ilyen bőrszínű árnyalattal. Ezután pedig felviszem ezt a keki árnyalatot mélyítőbe, meg úgy mindenhova is. Nekem tök érdekes, hogy ezeket direkt azért raktam így össze, ezeket az egyedülálló szemhéjpuderimet, mert ezeket szeretem a legjobban, és az a vicces, hogy ahogy jönnek ezek a szemhéjpaletták, egyre kevesebbet használom ezeket a kedvenc szemhéjpudereimet, úgyhogy ironikus. De úgy gondoltam, hogy most erre az ünnepi sminkre akkor előveszem ezeket, méltó visszatérés. És mint minden ilyen füstös a szemnél, most azt csinálom, hogy az előbb ilyen semlegesebb szint felvívő ecsetet fogom, és ezzel eldolgozom a zöldes árnyalatot, utána pedig fogok még ebből a sötét zöldből, és akkor ezt pedig felviszem szintén ugyanide, és akkor így növelem az intenzitását, és amikor meg vagyok elégedve, akkor abba hagyom, de ezt így felváltva szoktam, hogy felviszem, eldolgozom, felviszem, eldolgozom. Úgyhogy igazából ezek a füstös szemek iszonyatosan könnyűek, csak rengeteg időt vesz el az, hogy folyamatosan el kell dolgozni. És hogyha már így eldolgoztam ezt a zöld árnyalatot, akkor utána pedig felviszem ezt a homokszínű ilyen semleges árnyalatot, és ezzel a mélyítő fölött egy kicsit eldolgozom ezt a zöldes színt, és kicsit ilyen barnásabb alaptónust próbálok adni így a sminknek. Megfordítom az ecsetet, ahova nem vittem fel ezt a színt, és csak teljesen sima termékmentes az ecset, de pedig eldolgozom. Ebből a Maybelline Fit Me korrektorból az 5-ös árnyalatot fogom, és keveset felviszek, vagy sokat a kezemre belőle, és fogok egy laposabb, merev ecsetet, ilyen. Ezzel felviszem ezt a korrektort, amit felvittem a készfejemre, és ezzel felviszem ide a korrektort, és akkor ez egy jó alap lesz a következő szemhéjfestéknek, sokkal intenzívebb lesz a következő festék. És én azt szoktam csinálni először, hogyha már körülbelül felvittem így a korrektort, akkor utána így felnézek, és ahol megfogja a szemhéjamat ez a korrektor, ott akkor még egy kicsit megpróbálom eldolgozni, mert hogy alapvetően ott fog látszódni majd akkor ez a világosabb árnyalat. Nekem ez a világosabb árnyalat, ez a nagyon durva zöld szín lesz. Szóval ezt felviszem a szemhéjam közepére, csak az ujjammal, most erre a friss bázisra. Ezután pedig fogom ezt a morfi folyékony szemhéjfestéket, és ebből is viszek fel ugyanígy a készfejemre, mint ahogy a korrektort is felvittem. És ezt ugyanezzel a lapos fejű ecsettel felviszem. Most pedig fogom ezt a keki árnyalatot, és azt is felviszem ismét ide a külső egyharmad. Nem akarom teljesen eltakarni ezt a nagyon zöldes árnyalatot, szóval most itt megállok. Van egy ilyen nagyon szép pezsgő színű, szóval ezt ugyanígy a kezemre, készfejemre felvittem, mint a zöldet. És ugyanezzel az ecsettel, amivel felvittem az oldalt, csak a másik oldalával felviszem ezt a világosat, de a belső szemhéjzóba. És ez egyébként tök jó, mert nem pereg egyáltalán, és könnyen fel lehet vinni, de nagyon jó, gyorsan szárad.
És akkor most ezt még hagyom egy kicsit száradni, és utána már fel is lehet vinni egyébként a piros szemhéjtúst. Szerintem tök jó, mert hogyha így forgatom a fejemet, meg így, ha másképp esik a fény a szemre, akkor egy-két helyen így kilátszódik az az ilyen kékes, világos zöld, de nem egyértelműen. Szóval nekem nagyon tetszik, hogy ez a pezsgőszínű glitteres, ez meg totál ilyen ünnepi karácsonyi. És hogyha ez készen van, akkor utána egyébként megmutatom nektek, hogyha nem szeretnétek ezeket a Morphe folyékony szemhéj festékeket beszerezni, akkor ez a Kiko 03-as szemhéjcerka ugyanaz kb. De meg is mutatom nektek. Itt a belső egyharmadban ezt vittem fel, úgyhogy most mutatom nektek itt a másik oldalt is, de szinte ugyanaz, csak kicsit kisebbek benne a szemcsék, de ezek például tök jól ki lehet még így világosítani a belső egyharmadat, és szerintem tök jól néz ki, és jól kiegészíti ezt a sminket, ráadásul, hogyha itt mondjuk kicsit túl toltam ezt az oldalt, csak simán ráviszem, és akkor már is ki van javítva minden is. Ide is fel lehet vinni egy keveset a szemöldök csonton, és hogy mindjárt el fogom dolgozni. Egyébként az is tök jól néz neki, hogyha mondjuk ezzel csak simán rajzolnék egy ilyen cica szemet ide alulra, vagy a Morphival, az is marha jó lenne. És akkor most fogok egy ilyen kisebb ecsetet, és akkor ezzel csak is simán eldolgozom itt fel. És akkor most még jöhet a jó kis piros folyékony rúzs, Kiko 90 talán. De ez az egy darab ilyen Ferrari vörös folyékony rúzsuk van, és egyébként iszonyat jók ezek a Kiko folyékony rúzsok. Ehhez nem is kell szájkontúr cerka, mert annyira egyszerűen és könnyen lehet használni. Úgyhogy én csak ebből egy applikátorra valónyit kikkenek a kezemre, és fogok hozzá ferde ecsetet. Én azt vettem össze, hogy ez ilyen ferde és nagyon merev ecsetek azok, amik tök jók ennek a felvételére. Szóval fogom ezt a piros folyékony rúst, és belemártam az ecsetet, és csinálok egy cica szemet. Oké, szóval egyelőre így állunk a szemekkel. Ezt még fel fogom egy kicsit törölgetni, és majd ki fogom egyenlíteni még a korrektorral, de egyelőre szerintem állott. Szóval most jöhet az arcsmink. Look Fantastic dobozban kapott Nux olajjal fogom kezdeni, és utána pedig ezt a Dr. Organic holtengeri ásványos nappali arckrémet fogom felvinni, ami már majdnem kifogyott. Iszonyat jó. Télre, vagy ilyen hidegebb hónapokra, hogyha ki van száradva a bőrötök, vagy érzékenyebb, akkor ezt nagyon tudom ajánlani, mert iszonyat jó. Az arcomra pedig ezt a két alapozót fogom felvinni, a Clinique CC krémét és a Maybelline Fit Me-t. Nyáron is, de most is télen imádom ezeket összekeverni, mert ez a Clinique sokkal sűrűbb állagú, mint ez a Maybelline Fit Me, és úgy érzem, hogy ez egy kicsit talán jobban táplálja az arcomat. Szóval ebből felviszek egy keveset a kezemre, és kb. Kétszer ennyit felviszek a Fit Me-ban. Egyébként a krémezés még minden előtt még letakarítottam a lepergett mindenféle szemhéj festéket az arcomba. A Fit Me 05-ös korrektorát fogom használni a szemem alatt. Egyébként így karácsonyra inkább ilyen visszafogottabb sminket hordanátok, vagy inkább valami ilyen merészebb. Mondjuk családozáskor, ilyen családlátogatáskor. Mert én úgy valószínűleg ilyesmit. Az otthon ilyen karácsonyozáskor nyilván senki nem sminkelik ennyire durva magát, de mondjuk, hogyha így barátokkal összejövünk, vagy ilyesmi, akkor én inkább ilyesmit hordanék. Kontúrozáshoz megint ezt a kupa, kontúr és bronzosító palettát fogom használni. Az új kedvenc ecsetemmel, ez már Real Techniques bronzosítóval. Utána pedig ugyanezt a pirosítót fogom felvinni, amiben a palettában van. És az egészet összedolgozom ezzel a nagy Real Techniques bronzosító ecsettel. Mivel még elfelejtem gyorsan ezzel a MAC Studio fixálom a szemem alatt korrektort. Highlighternek pedig ezt a Catrice púdert fogom használni. Aranyosabb, pezsgősebb színű, szóval tök jól illik a szemsminkhez. És akkor most már be lehet fejezni a szemsminket. Most pedig nem ezt a zöldes árnyalatot fogom használni, hanem ezt a homok színűt fogom középre felvinni, és ezt a sötét barnát pedig leginkább a külső egyharmadra, és majd a legvégén egy kevés kekit felviszek. Ezt már egy ilyen tök picike ecsettel fogom felvinni. A belső egyharmadba egyébként lehetne felvinni azt a highlightert, amit eddig használtam, de ezt a
Revolution púdert szeretném használni, és abból is ez arany glitteres színt. És hogyha már így megvannak a szemek, egyébként mindig úgy van, hogy amíg nem kerül fel a szempillő spirál, addig én is keverüljök, mert úristen, nem lesz jó lekáterelni az egészet, nem tetszik annyira. De mindenki nyomja meg, mert ahogy felkerül a szempillő spirál, kész is, és még sokkal jobb, mint szempillő spirál nélkül. És hogyha nézitek most is, hogyha előrefele nézek, akkor egy kicsit látszik csak ez a pirosás árnyalat, hogyha lefele nézek, akkor pedig nagyon. Viszont hogyha ennél vékonyabb lenne most a pirosas szemhétus, akkor egyáltalán nem is látszana semmi a szempilláimtól. Szóval érdemes ilyeneket például az elején még belekalkulálni, hogy például alul is lehet, hogy a szempilla spirál felvitele előtt még úgy nézett ki, mintha úristen, az nagyon sok lenne az a barna rész, de nem, mert érdemes egy kicsit talán túl sminkelni, vagy túl húzni ezeket a vonalakat, vagy ezeket a satírozásokat, mert amikor beszempillő spirálzatok a szemeteket, akkor van egy csomószor, hogy eltűnik az a szín, eltakarja a szempilla. Szóval szerintem itt is látszik jól, hogy jó, hogy ilyen vastag ez a piros vonal, mert különben nem látszódna szemből. Szóval, most már csak tényleg a száj van hátra, és tudom, hogy ezerszer mindig azt mondom nektek, hogy hú, a Velvet Teddy, meg a Clarence-nek a szájolaja, az mennyire nagyon jó, és hogy igazából ehhez is legszívesebben azt vinném fel, de nem akarom mindig ugyanazt mutogatni nektek, meg mondtátok is, hogy nem szeretnétek ennyien beszerezni szájolajat, szóval megmutatom nektek ennek a kombónak a drogériában felelhető változatát, ami nem más, mint ez az Essence hosszantartó szájkontúrcirka, és ez a Trendy Tap, ilyen irizáló szájfény. Ebből is egy csomóféle van, szóval válogassatok kedvetekre, meg az Essence-nek is a szájfényei is nagyon hasonlítanak arra a Clarence szájolajra, szóval szerintem ezek így tök jó kombók. És hogyha nem szeretnétek olyan, nem tudom, 13 ezer forintot kiadni egy ilyen szájkombinációra, hanem mondjuk csak 2000-et, akkor ez szerintem egy jó alternatívája lehet annak a Clarence meg MAC szájkombónak, mert amúgy az a kedvencem minden. Annyi, hogy ez az Essence szájcerka, ez egy kicsit hidegebb tónusú, mint a Velvet Teddy. Ezek az Essence szájcerkák iszonyatosan jók. Ehhez a szemhez egyébként még én úgy gondolom, hogy talán nem kéne már túltolni a szájsminket, de egyébként, ha úgy gondoljátok, piros szájat is simán lehet ehhez a sminkhez, vagy azt is lehet csinálni, hogy erre az Essence-re felviszitek ezt a Morphe glittert, de most én ezt a szájfényt fogom felvinni, ilyen enyhén. Mivel ebben is vannak ilyen picit aranyos glitterek, ezért szerintem jól illik ehhez a szemsminkhez. Egyébként azt is lehet csinálni, hogyha még jobban azt szeretnétek, hogy egybe legyen a smink, hogy a highlightot egy kicsit beletapicskolni így a szájsminkbe, de szerintem egyébként ez már így magában teljesen jó, szóval én ezt így itt hagynám abba. És ahogy mondtam, ez az előző karácsonyi sminkhez képest, meg kb. Az összes karácsonyi sminkhez képest egy elég ilyen durvább változat, mert hát piros szemhétust nem sokan használnak szerintem, vagy én nem nagyon szoktam látni. De így karácsonyra szerintem tök jó, hogy a zölddel, meg a pezsgő színnel együtt ez a piros, és egyáltalán nem olyan nagyon durva. Főleg, hogy mondom, hogy a szempilla spirál után már egyáltalán nem vészes. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ez a smink, és hogy hasznos volt számotokra, úgyhogy kedvet kaptok a piros szemhétushoz. Úgyhogy ha tetszett nektek ez a videó, akkor találkozunk a következő videóban is, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!